Szerdán késő este érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez ebből a karvajdőlői családi házból. Feltehetően szénmonoxid mérgezés miatt ketten is rosszul lettek. Sajtóértesülések szerint a férfi ügyvédként dolgozott és feleségével tartózkodott az ingatlanban, bár életvitelszerűen nem laktak ott. A kazán pedig felújítás előtt állt, a házban már ott volt az új készülék. A tűzoltó kiérkezése előtt a férfi életét vesztette, az asszony pedig rosszul létre panaszkodott. Őt kórházba szállították szénmonoxid mérgezés gyanújával. A pécsi hivatásos tűzoltók az alagsorban lévő gázkazán közelében valóban magas szénmonoxid koncentrációt mértek. A mérgező gáz kialakulásához a kazán meghibásodása, illetve a szellőzés hiánya vezethetett. A nyílt lánggal működő eszközök esetén fennáll a kockázata szénmonoxid kialakulásának, ezért nagyon fontos, hogy ezeket az eszközöket rendszeresen ellenőriztessük, mindig gondoskodjunk a levegő utánpótlásról, és szerezzünk be szénmonoxid érzékelőt. Ilyen eszköz nem volt a házban, a kazánnal pedig problémák voltak, annak cseréjét tervezték a házlakói. A szóvivő felhívta a figyelmet, hogy egy érzékelő életet menthet. A berendezésekről még listát is készített a katasztrófavédelem. Pozitív és negatív felsorolás is megtalálható a honlapon. A szakemberek szerint érdemes 3-5 évente cserélni a készüléket, de az is fontos, hogy konyhába vagy fürdőszobába, ahol magas lehet a páratartalom, ne helyezzük az érzékelőt.